Sziasztok! A mai videóban ismét az NKH, a közlekedési hatósága téma. Hát ugye tudjátok, hogy folyamatosan van valami ügyem. Tel lett a cipőm, hogy folyamatosan mindig eltaposnak, eltussolják az ügyeket, soha semmi nincsen kivizsgálva, soha semminek nincsen következménye. Így írtam a... mindjárt... Pest Vármegyei Kormányhivatal főispánjának, Tarnai Rihárd úrnak, leírtam a panaszaimat, hogy legyen nyoma ennek. Nekem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell megtenni a panaszt, és erre 8 napon van, 8 nap után, ha nem válasz, nem írtam elektronikus úton semmit, akkor kész, az ügyelvel sikálva, kivel vizsgálva belefértem. Nekik 30 napjuk van a válaszolásra, és ez szeptember 7-én járt le, 2022-re beszélgetünk. Megkaptam a választ, hogy a Komolcsi utca a Pest megyei kormányhivatal, vagy közlekedési hatóság fogja kivizsgálni a panaszaimat. Az a hatóság fogja kivizsgálni a panaszaimat, akihez tartozik Gödöllő, illetve a részben elkövették ezeket az eseményeket, mert egyéb-másik sztoriban benne vannak ők is a Komolcsi utcába. Tehát én kivizsgálom saját magamat, hogy mindent rendben csinál, jól csináltam-e, majd a végén hozok erről egy határozatot. Hát szeptember 7-én kellett volna megjönni, vagy 7-ig kellett volna megjönni a válasznak, szerintetek? Mielőtt tovább mennénk, ha tetszik az, amit itt a videó, vagy a csatornán csinálunk, akkor a videó leírásában található danabli.com linket tudtok bennünket támogatni, illetve ha nem szeretnétek lemaradni a videókról, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ott van a feliratkozás gomb, csengetjük, és akkor jön értesítés arról, hogyha új videó kerül fel. Ja, és szeretném megköszönni az eddigi támogatóknak a támogatást. Augusztus 4-én írtam még egy levelet, ahol betettem a Gödöllői Királydeltség vezetőt, az osztályvezetőt a Komolcsi utcába, illetve az egész Komolcsi utcának a főnökét, és hogy hát ezek a problémáim, mi a hozzáállásuk. És akkor jött a válasz, hogy üljünk le hárman, tehát a Gödöllői Királydeltség vezető, az osztályvezető, Kövecses Zsolt meg én, és akkor beszéljük át ezt a kérdést. Oké. Üljünk le, mikor? Megvárja a kirendeltség vezető válaszait, és akkor összefésüljük a válaszokat, és akkor leülünk, és átbeszéljük a problémákat. Szuper! Az ő válaszadási határidejük, azaz igen, szeptember 7-én járt le talán, nem jött semmi. Tehát felhívnám a figyelmet, hogy itt van egy jogszabálysértés. Megsértettétek a jogszabályt. Október 19-én írtam még egy levelet, hogy na, mi a helyzet? Jött a válasz, hogy be kell valljam, egy kicsit elhanyagoltak az ügyét abból a szempontból, hogy nem tudtunk sort keríteni az ön által benyújtott panasz kiegészítés és a Benkó István által ezekre adott válasz összefésülésére. Ő a Benkó ura, a kirendeltségvezető. Az összejövetele talán nem lesz szükség, hiszen azóta változott a jogszabályi környezet, és az AKR-ben eddig kifejtett, azt kért a hatóság, amit csak kell annak igazolására, hogy az adott jármű jogosan kerüljön be az országunkba, belekerült egyéb ágazati jogszabályokra is. Ezért, ha a Benkó ura, illetve bármelyik vizsgabiztos kér valamit az adott jármű vizsgálatával kapcsolatban, lehet fenéklevélésnek nevezni, illetve szőrszál hasogatásnak hívni, de már ahogy mondtam, ágazati jogszabályban is van fektetve, hogy jogosan teszi. Na, itt ennél megállnék egy pillanatra. Ugye először is október 19, egyszer lejárt szeptember elején, aztán még egyszer a 30 nap októberbe, és nincs semmi, tehát kétszer sértettétek meg, vagy kétszer is túlléptétek a határidőt. Akkor ez itt elhangzott ez, hogy a szőrszál hasogatásnak is lehet hívni, de már ágazati jogszabályban van fektetve. Ez gyönyörűen kifejezi azt a mentalitást, ahogy a hatóság hozzááll az egészhez. Ez a mindegy mit, valahogy hajtsuk el a parasztot, dobjuk le magunkról az ügyet, nehogy már itt az ügyére legyen igaza,
és még nagyobb hatalmat ad az ilyen kis helyi kis királyoknak. Ez egy ilyen feudális rendszer egyébként, ez a közlekedési hatóság, és ilyen helyi kis királyok önkényeskedése kapcsán kialakult egy ilyen szokás jog, ami nem feltétlenül egyezik a jogszabályokkal, de mink ezt így szokjuk csinálni. És akkor ez van, és akkor onnantól kezdve azon a kirendeltségen ezt kérik. Tehát az a lényeg, hogy minket csicskáztatnak, elküldenek mindenféle hivatalokba, hatóságokhoz, márkaszervizi szervezetekbe, ezt, azt, tamaszt, mindegy, tök mindegy, mennyibe kerül nektek, az hány, fordítasd le ezt, mindegy, hány 10.000 forintot költesz el, az ő segük legyen védve, mert nem tudnak felelősséget vállalni. Folytatódik a levél. A többi kérdés adott választ, ami nem ezeket az eseteket érinti, ígérem, hamarosan választ fog kapni, jogászunkkal megalkotjuk önnek. Hamarosan válaszolunk. November 26-án megint írtam. Na, megint megvan hágbozaró hatalmi szabály, nem is értem. Sikerült egyeztetni a Benko úrral. Jött a válasz, hogy a válaszlevél már rég nem nálam időzik, pontosan meg sem tudnám mondani kinél, az biztos, hogy felette válasz ügy. A Benko úrral, ahogy már talán írtam egyszer, nagy valószínűség szerint nem lesz szükség egyeztetni, mivel ahogy majd a válaszlevélben rejtetabból is tapasztalni fogja, minden önáltal megnevezett járművel kapcsolatban racionális, és főleg a jogszabályokat szem előtt tartó magyarázatot fog kapni. Majd mindjárt látjátok. Én annyit mondok, hogy ez a felvétel a negyedik. Mert az első háromnak úgy felkúrtam magam. Megígérhetem, hogy az adott problémákra az adott jogszabályi válaszokkal fognak találkozni. Mindegy. Ennek nagy előnye, hogy igazságos, mivel mindenkire ez vonatkozik, illetve kiszámítható. Kérem azonban, hogy ha abban az esetben, ha ezen szemlélettől eltér és tapasztal negatív irányban, tájékoztasson, hogy kivizsgálhassuk. De ez volt a kérés, eleve. Többször kértem, hogy van negatív irányban eltérés, gyerejek. Nem jött válasz, november 26-nál tartunk. Január 4-én ráírtam megint, hogy mi a helyzet. Megint eltett. Tehát szeptember 7-e talán, és január 4-énél tartunk. Jogszabály többszöröse meg van hágva így. A kutya fáját. Jelzem a negatív irányban való eltérést. Vizsgáljátok ki! És tájékoztassatok a vizsgálat eredményéről. És mi a büntetésetek, vagy mi a büntetés annak, aki a jogszabálysértést többszörösen elkövette. Január 4-e mi a helyzet, nevőt keresem el a főosztály vezetőt, Tóth Sándort. Február 28-án megjött a szakszerű válasz. A szakszerű szónál megakadnék egy pillanatra. Az ilyen beszélgetések során sokszor el szokott hangozni az a tény, vagy az a mondat, nem tény, bocsánat, az a mondat, hogy a közlekedési hatóság emberei mennyivel jobb szakemberek, mint a maszek vizsgabálezison lévő kollégák, és hogy az ő szaktudásuk mennyivel kiemelkedőbb, most csak szólok, hogy ugyanabban a padban ülnek, ugyanazt az anyagot tanulják ők is. Egymás mellett sokszor. Megmutattam egyik bíró barátomnak, aki megmutatta a kollégáinak, majd fölhívott, és ott egy visítva röhögtek a válaszon. Tehát ez a... Mindig a fejüket fogták, hogy tényleg ez sikerült a jogásznak megizzadni 4 hónap alatt. Mennyi az? Szeptember, október, november, december, január, 5 hónap alatt. Jó. Tehát akkor menjünk szépen az autónként. Volt az Ariel Atom, ami, majd bevágunk ide egy képet, hogy ez hogy néz ki, ez egy csőváz, érvényes angol műszakia volt, még Brexit előtt voltunk, ez 2020. július 21-én jelentünk meg a vizsgán, ahol meglátták és sokkot kaptak, hogy hát ez ilyen nincs is. Hát ez valaki csinálta. Tényleg, bazdmeg. Az összes autót valaki csinálta. Hát de hogy ezt így nem? És akkor majd, ha jön a kirendeltségvezető, akkor majd ő. Megjött a kirendeltségvezető, és akkor olyan óvodai szintű beszélgetés, tehát az, hogy nem engedtek be a csarnokba, ilyen nincsen. Szeretném jelezni, hogy ez egy jogszabálysértés,
és a jogszabályoktól negatív irányban történő eltérés. Kérem, vizsgáljuk ki. Ez volt az eredeti panasz. Olyan indokok hangoztak el, hogy mit csinál, ha jön az eső, mert nincs rajta ablaktörlő. Ki akartok rúgatni, azért hoztátok ide ezt az autót. Hova bánatba vigyem, 200 méterre van a kirendeltség. Mit csinál, ha bejön a kő? Ennek nincs oldala. Tényleg nincs. Motoros mit csinál? Motoros mit csinál az esőben? Mit csinál, ha jön a 40 tonnás? Te mit csinálsz a borátban? Mit csinál bárki a bármibe? Meghal. Nagy esélye. De ez nem a te dolgod. Nincs beírva a forgalomba, hogy autó-e. De bele van írva, és ezt meg is beszéltük, és te is tudod, mert az Opel Vectrának ugyanaz van beírva a forgalmiában, mint ennek. A gyártó nyilatkozatban leírja a gyártó, hogy ez autó, azt nem fogadtátok el, az angol közlekedési hatóság írjon nektek, és utána az volt, hogy ti megkerestétek az NKH-t, az angol NKH-t, de nem válaszoltak, csak ugye a tulajdonos meg beszél nyelveket, idegenül is, fölhívta, megtalálta azt az embert Angliában, aki azzal foglalkozik, hogy ezeket az igazolásokat kiadja, és ti nem küldtetek neki semmit. Akkor. Itt se jártatok soha. Ez is elhangzott így. Itt se jártatok soha. Akkor mondtam neki, hogy Isti, azt kamerafelvétel van. Hány tanú kell? Hát mindenki itt nézte a kocsit, hogy mi ez. És akkor még mondtam neki, hogy mondom, figyelj, arra brazírozol, hogy októberben kilépnek az angolok az EU-ból. Mondom, semmi, hát mi elkezdtük az eljárást most. Ezek a júliusi jogszabályok érvényesek rá, nem az, ami októberben lesz Brexit után. És akkor a külpolitikai szakértőnktől elhangzott az a nagyon komoly mondat, hogy dehogy lépnek ki az angolok. Alá volt írva a Brexit. A régen tényleg ez a... És Istenem, és ez egy beszélgetésben elhangzik, mint érv. Na, nézzük a választ. Csak a lényeget fogom belőle kivenni, a blablára nem senki nem kíváncsi, meg a maszlagra. A hatóságunk megvizsgálta az alvásszámú jármű magyarországi formában helyezésének lehetőségét. Tárgyi gépjármű külföldi jármű okmánya nem határozza meg a jármű Európai Unióban használatos jármű kategóriáját és környezetvédelmi előírásokat sem. Na most ide figyelj, itt nagyon okos, aki te ezt megírtad. Az összes többi angol autó, ami bejött, az mind ugyanolyan. Az van belőle sports car, és nem az, hogy M1 meg N1. Hogy személyautó vagy teherautó, de ti ezt pontosan tudjátok. A rendelkezésre álló adatok, külföldi okmány, jármiokmány, IVA regisztrációs oldal, bár ez a hatósági előírásokban nem felhasználható, illetve gyártói nyilatkozata, szerint a tárgyi gépjármű kisorozatban gyártott és kizárólag az Egyesült Királyság területén használható közúti forgalomban. Ez sem igaz. Nincs leírva a gyártói nyilatkozatban, hogy azt Anglián kívül nem lehet használni. Nincs ilyen. Itt van nálam a gyártói nyilatkozat. Nincs benne ilyen. Hazudtok. A másik, hogy ide rángat az IVA regisztrációs oldal. Most ha az indoklásba beteszel egy ilyet, bár ez hatósági eljárásében nem felhasználható, minek hozod ide? Egyébként meg, hogy mennyire nem használható az Unióban, hát itt van néhány példa. Folytatódik a válasz, hogy a külföldről behozott járműek magyarországi forgalomba helyezésének kritériumát az el és a 6/1990 könyvhímű rendelet szabályozza, illetve honosítási eljárásokra kiterjedően az 5/11/2017 kormány rendelet is kógens előírásokat határoz meg. Jól lett volna magyarul is. A kógens, utána néztem, azt jelenti, hogy kényszerítő, a meghatározottól eltérést nem engedélyező. Na most ez a kormányrend, vagy köhémrendelet, ez nem sok, tehát egy ilyen egyheti olvasmány, jogi szöveg, száraz.
és ugye itt az van, hogy ezt én olvassam el, és mindenki ezeket a rohadt jogszabályokat beteszi, de soha nem azt a szövegrészletet, ami rád vonatkozik, hanem így odakúrnak neked egy jogszabályt, ránéztem, itt van, tessék, nézzétek meg. Nem sok, egy heti olvasnivaló, nézzétek meg jobb oldalt a kis kurzort, hogy pörgetem lefele az oldalt, szépen, az mennyire halad és mennyi van még hátra. Ezt olvassam el. A tárgyi blablabla alvásszámú járművel kapcsolatban sem a fent említett dokumentáció, sem az adattábláján nem tartalmaz Európai Uniós jóváhagyásokat. Ez igaz. A tárgyi jármű abban az esetben lehetne forgalomba jelzhető, amennyiben teljesíti a 6.1990 köhémi rendelet első számú mellélet egy A táblázatában foglaltakat, illetve az ide vonatkozó környezetvédelmi előírásokat, amely jelen esetben Euró 6. Itt van a hivatkozott táblázat. Gépkocsikra, pótkocsikra vonatkozó jobbágyási kötelezettségek. És akkor nézzük meg, hogy mi vonatkozik ránk. Hát csoki, tényleg. Hát ez fantasztikus. Ez tényleg, így le van írva minden. Konyvár rendeleteknek a számai ott vannak. Tényleg, ezt túrjam ki, de te segítettél. Nyilván meg vagy róla győződve, hogy te egy szakszerű választottál. Írd ide, öcsém, szövegrésztek, másolt ki. Tehát ezt szoktátok csinálni. Odakultok egy jogszabályt, a paraszt meg oszta be magának. Kösz, csoki. Igazán szakszerű válasz, tényleg. Most ugye ettől nem, a tervezetben nem lettünk okosabbak, ideírja, ami jelen helyzetben Euró 6. Az Euró 6 arra vonatkozik, hogy az Európai Unión kívülről érkező autó környezetvédelmi kibocsátása. Na most, ha te egy nagyon felkészült szakszerű jogász vagy, akkor tudod, hogy az eljárást még a Brexit előtt indítottuk meg, amikor is nem volt környezetvédelmi előírás az Európai Unióból érkező a járművekre. Tehát be lehetett hozni az Euró 1-et, a 2-t, a 3-at, a 4-et, az 5-öt. És 2020. január, vagy július 24-én az Anglia benne volt az Európai Unióba. Tehát ez a fajta kifogás súlyosan szakszerűtlen, és jelezném a jogszabályoktól való eltérést negatív irányban. Vizsgáljuk ki, hogy miért hülye a jogász. Na. Itt jön a kedvencem. Mindezekre tekintettel a tájékoztatásunkra vonatkozó panaszát hatóságom megalapozatlannak és súlyosan jogszabálysértőnek találta. Ez volt az egy kedvenc mondatom, hogy a panasz súlyosan jogszabálysértő. Na, akkor szeretném, ha jogász úr, aki nagyon magasan képzett, kedves Csaba, legyen kedves, mutassa meg azt a jogszabályt, amiben le van írva, hogy ez a panasz súlyosan jogszabálysértő. Történelemből és magyar nyelvből felvételizett a jogi egyetemre, tehát vélhetően rendelkezik a mondat elemzés és szövegértelmezésnek a képességével, akkor legyen kedves ezt a mondatot nekem értelmezni, és majd reagáljon rá. És akkor mondanám én, hogy ti miben sértettetek jogszabályokat. Nem engedtetek be a csarnokba, ilyen nincsen. A hatóság az írásban kommunikál. A kirendeltségvezető óvodai szintű beszélgetéssel meg érveléssel nem engedett be a csarnokba. Az úgy néz ki, hogy beáll az autó a csarnokba, a végén kijön egy műszaki adatlappal, vagy egy határozottal, hogy el van utasítva ezért meg ezért jogszabály hivatkozással. Jogszabály sértő volt ez. Szeretnék panaszt tenni. Az nem opció, hogy egy bohóc nem enged be a csarnokba, mert nem képes döntést hozni, nem képes a döntéseire felelősséget vállalni, és ilyen összehúzott ánusszal remeg végig, hogy jaj, hát ez nem lehet forgalomba érni, hát nem lehet, hogy hát erre adjak a rendszámot? Tehát ez ilyen nincsen. Ha titeket is el akarnak zavarni szóban, azt kell mondani, írd le. Adjátok írásba, és ott fagynak le mindig. Nincs szóbeli kommunikáció. A hatóság írásban kommunikál, írásban terjeszti elő az óhjait, határozatait. Ugye itt az Ariel Atomnál az volt, hogy a
Benko úr, illetve a Tolna úr, aki akkor még a Komolcsi utcában dolgozott, szépen együtt elszabadalták az ügyet, a szépen eltussolták és elaltatták. És 8 napotok volt arra, hogy jelezzétek írásban az ügyfélnek, hogy áttértek a teljes eljárásra. Nem történt meg. Jogszabályt sértettetek. 2,5, hát nem, most már június van. Majdnem 3 év telt el, és az ügyfelet még nem értesítettétek az eljárás végéről. Megint csak jogszabályt sértettetek. Ti vagytok a súlyosan jogszabálysértők. Volt egy Volkswagen Charanunk, ami beállt a vizsgára, egy 60 ezer kilométert futott Charan volt, az egyik roadbookban benne volt. Hát nyilván mi baj legyen egy 60 ezer kilométert futott Charannak, hát olyan, mint az új. Beálltunk vele, és hívnak, hogy megbukott, 92 vagy 94%-os eltérés volt a kézifékbe. Hát, ugye nincsen. Na minden, meg is buktatták, tehát nem volt semmi, hogy vigyétek el, csináljátok meg hozzátok, viszont megbuktatták. Oda megy a Borsa, a kollégám, belül a kocsiba, behúzta a kézit, ad neki egy nagy gázt, az autó, aki beül a fenek, és sehova nem mozdul a kocsi. Hát nyilván az egyikének el kellett volna kezdeni pörögnie. Az úgy állt, mint a beton. Jó, mondta a gyereket, de nincsen semmi baja. Kiderült, hogy a vizsgabiztos úgy mérte a féket, a kéziféket, az elektromos kéziféket, hogy beült, becsukta az ajtót, és így elkezdte rángatni, így, mint a hülye, a gombot. Hát persze, hogy megkeveredett a rendszer. És akkor mondtuk neki, vagy a fiúk mondták neki, hogy ez nem úgy kell, nyisd ki az ajtót, akkor a kocsi érzékeli, hogy nem akarsz elmenni, mert hát nyitva van az ajtó, és akkor így fogja húzni a magától a kocsit. Ami nem elektromos kézifék mérésére alkalmas, mindegyiken így mérték, mert így lehet megmérni a kéziféket. És akkor mondta az a vizsga biztos, hogy ő a Volkswagenbe dolgozott, neki nem mondjuk, ő TÜV-szabvány szerint mérte a féket. Mutasd már meg azt a TÜV-szabványt, te kretén. Jó, minden meg volt visszaálltak a sarokba, megmérte a vizsgabiztos úgy, ahogy mi mondtuk. Érdekes módon hibátlan volt a kézifék. De hát addig minden jót megbukott az autó. Jó, Pesten voltam, hazaértem, bemegyek, megkerestem az FND-t, mondom, milyen helyzet, én vagyok az én, enyém a kocsi. Az autónak akkor kell jónak lenni, mikor itt van. Hát itt volt és jó volt. Csak te nem mérted meg jól. Később pár óra múlva visszajöttünk, és érdekes módon tudta. Akkor kell jónak lenni, mikor mérem. Tehát az olyan hangnemet ütött meg az ember, hogy igazából pofon vernéd legszívesebben. Igazi takony. Na mindegy. Másnap jól van, megjön a kirendeltségvezető, beszélek a Pistivel. Bemegyek a Pistihez, mondom neki, hogy figyelj Pisti, rosszul mértél a kéziféket, ez volt, szóljál fel a Komocsiba, hogy jó a kocsi, lemértük. Az autónak akkor kell jónak lenni, mikor itt van. Mondom, itt volt, hát mondom, visszaálltunk vele, és amikor már rendesen mérte meg az ember, akkor jó volt. Nyilván megbukott az autó, mert ugye azt nem lehet, hogy ő hibázott, és ott bevallja a Komolcsi utca felé. Hát megbukott a kocsi, én fizettem még egy vizsgadíjat, aztán így jártál paraszt. Ja, és a legnyűjűbb, ha mondom neki, figyelj a Pistiát, visszaálltunk, és jó volt. Elvittétek, és megcsináltátok. Na, figyelj, ott a kamerád, nézd vissza. A kocsi itt állt, meg sem mozdult. Kijött az egyik kapu, visszament a másik kapu, és jó volt. Mindegy, megjött a válasz. Műszaki vizsgálomásunk az elektromechanikus kézifék vizsgálata körében a szakma szabályai szerint eljárva fékpadon végzett vizsgálattól többszöri ismételt mérést követően állapította meg, hogy a fék teljesítmény nem megfelelő, mert a bal oldalon 0,20 kN, a jobb oldalon 2,22 kN volt az a mért eltérés, ez 91%. Mondtuk, hogy rosszul mérte a gyökér. Az ön által hivatkozott ellenőrzési technológia idézőjelben a közötti járművek műszaki vizsgálásáról szóló blabla köhém rendelet, ez 5/1990, szabályával ütközően jogszabály sértő és a tárgyi gépjármű kezelési kézikönyvével ellentétes szakszerűtlen rögzítőfék üzemeltetés,
mindezet tekintettel beadványát a hatóságom e körben megalapozatlannak találta. Na, a következő műszaki vizsgán, amire visszamentünk, mert hogy megbukott, az általam korábban javasolt jogszabálysértő és a tárgyi gépjármű kezelési kézikönyvével ellentétes szakszerűtlen rögzítőfék üzemeltetéssel vizsgázott le. Mert addig már tudta, hülye, hogy nyitott ajtóval kell mérni. És úgy már jó volt. Szeretném megnézni a hivatkozott gépjármű szakszerű rögzítőfék üzemeltetésének módját, amikor le van írva az a könyvbe, hogy be kell ülni, és így kell rángatni a rögzítőfék gombját. Így, így, mert a kollega szakszerűen így csinálta. Audi A3, volt egy A3-asunk, amiből a gázt ki akartuk iratni, rendesen nyilatkozott, minden volt, típusmódosítási engedély, és ugye akkor még 89-7-es várakozási időpontok voltak. Na most a tulajdonos addig használta az autót, akinek eladtuk, és azzal az aprósággal elfelejtett eldicsekedni, hogy zörgött benne a katalizátor, ezért ő kiherelte a katalizátort, és úgy hozta vissza az autót, hogy erről az apróságról elfelejtett bennünket tájékoztatni, és megbukott az autó. Mert ki volt herélve a katalizátor. Egyébként majdnem jó volt. Tehát ilyen nagyon-nagyon minimális volt az eltérés. És hát ugye akkor tettünk alá egy másik katalizátort, és kaptunk még egy időpontot, 8 hétre rá, tehát arról van szó, hogy egy magyar forgalmi rendszámos autó 4 hónap alatt vizsgázott le. És általában megfelelt, ebből következően nevezett gépjármű az ER12 paragrafus alapján bármelyik közlekedési hatóság által engedélyezett tanúsító szervezetnél továbbiabban vizsgáló állomás levizsgáztatható lett volna. Így akár egyetlen napot sem kellett volna várni a külső vizsgálomás igénybevétele esetén a vizsgáztatásra, tehát elvihettem volna a maszek vizsgabázisra is vizsgáztatni. Na most erről azt kell tudni, hogy ez úgy működik Pest megyében, hogy a bukott vizsgálnál ugye mondjuk megvan a határozat, hogy kiírták belőle a gázt, ergo innentől kezdve bárhol levizsgáztathatod az autót. Másik megyébe is tök mindegy. Na, erről azt kell tudni, hogy ha megbukott egy autó az NKH-nál, akkor a külső maszek vizsgálások nem vállalják el, mert úgynevezett figyelőbe van rakva az autó, és hogyha valahol valaki ezt az alvásszámot beüti, akkor azt látják a központba, és azonnal így rajtol a kommandó, kimennek, ugye, hogy hogyan vizsgázik le a kocsi. És ott, ha már kimentek, akkor a több olyan barátom van, aki ilyen vizsgálállomást üzemeltet, meg ismerősöm is, és egyöntetően mindenki azt mondta, hogy itt a megyében szuperköcsögök, kimennek, és úgy szólják a félmilliós bírságot, mint bolonda lisztet, meg felfüggesztik a vizsgabiztost, meg bezárják a vizsgahelyet, meg mindent. Tehát ez egy bármi. Amikor ma ott vannak, megjött a kommandó, akkor lehet, hogy a kocsi, akkor találnak mást. Tök mindegy, és repkednek a százezrek, és senki nem mer az ilyen autóhoz hozzányúlni, mert tudja, hogy akkor itt lesz fél órán belül a kommandó, vagy egy órán belül. És nyilván nem tudja kinyomtatni a határozatot, mert már blokkolja a rendszer. És így működtök ti. Volt egy Nissan Juke-unk, kivártuk megint a 2 hónapot, és nem ült az autó látványosan, tehát nem volt feltűnő, és nem néztünk alá, és nem láttuk, hogy kék színű H-Hunter rugó van alatta. Hát nyilván, hát ugye lefagy a rendszer, mikor meglátnak egy más színű rugót, mert olyan balesetveszélyes az autója, el sem lehet mondani. Megbukott megint két hónap, és akkor oda mentünk, és megint akkor észrevettek még egy csomó más dolgot rajta, ilyen apróságokat, például az autónak egy jobb első kocka volt, és bontóba vettünk egy lámpát, csak nem vettük ezt, hogy angol lámpa van benne. És hát emiatt is kivágták, és ugye akkor mondani, ha már ott van, az első adomdó alkalommal kivágtátok, és nem néztétek tovább az autót, hanem akkor következően megint megbukott, és akkor talán meg kellett csinálni az autót, és vissza, és ugye 4 hónap volt egy vizsga. Kicsit több. Tiszta vicc. Szóval a időszakos műszaki vizsgálat nem a jármű valamennyi műszaki hibájának maradéktalan feltárására irányuló műszaki tanúsítványt adó állapot felmerő vizsgálat, már egyetlen veszélyes hiba is feltárása is azt eredményezi, hogy a jármű nem felelt meg
a kék Hounder rugó veszélyes hiba. Értem. Ja. Nem volt szent tűzpapír. És a német tulaj nem iratta be. Hatósága milyen szolgáltatást, és azt, hogy összebe nem végez, stb. Blablabla. Mindegy, nyilvánvalóan elutasították a hatóságom a panaszt. Jó, 1992 óta hordom ugye hozzátok a pénzt minden formájában. És az én fejemben az van, hogy ha beállt már az autóvizsgára, akkor már végigküldik. Szólnak. Na mindegy. A Lexus TTE, az a Lexus IS200-nak egy a Toyota által módosított, tuningolt változata, ami más lökhárító, más küszöbb oldalt, szárny, motor, kompresszort akasztanat, egy megveszed a kocsit és ráakasztják a TTE kittet a Toyota-ban, és így kapod meg. Adnak hozzá ennyi papírt, és akkor azzal már minden rendben van. Na most, amikor bejött az autó Magyarországra, akkor én honosítottam az autót az ügyfelemnek, és a gödöllői kirendeltségvezető elfelejtette ezeket az apróságokat az ennyi papírral beírni a forgalomba. Amikor lejárt a műszaki vizsgálja az autónak Magyarországon, elment a maszek vizsgálomásra, és hát nem vizsgáztatták le, mert ezek nem voltak beírva. Visszavittem Gödöllőre, hogy a gyerekek, hát akkor ezt a hibát itt orvosolni kéne, mert hát nem vizsgázik le az autó. Ők itt nem. És akkor mondtam a kirendeltségvezetőnek, hogy Pisti, ti csináltátok annak idején. Mi az, hogy ti ezt vigyük máshova? Ti csináltátok, illetve ti nem csináltátok meg. Jó? Ugye én ez a fordítást le, meg stb. Itt eltekintettünk a fordítást letől, mondták le, írjam rá tolla, hogy mi micsoda. De most van olyan alkatrész, amire rajta volt a rajza. Aztán a szárnyé, és fordítsam le. Az, hogy nem beszéltek idegen nyelvül. Semmit. És nem tudtatok megtanulni semmit 30 év alatt. A Google fordítót nem meritek használni. Mindig mindenki rohanjon fordítani. Mi az anyádé nem tudod megnézni a Google fordító, hogy mi az? Hogy Storstange, hogy Kotflügel, hogy... Gewinde de Farbe, de meg kéne tanuljátok ezeket a szavakat már 30 év alatt. Mindegy, lényeg, fölküldték a komolcsiba, és nekem mi volt a panaszom, ugye mi van? 30 napos választási határidő van, 2 hónapot volt fönt a komolcsiban a papír. 2 hónap múlva jött vissza. Addig az autó ott rohadt és lepte a por. A tulajdonos meg nem tudta használni 2 hónapig a saját kocsiját. Jogszabályt sértettetek. Negatív irányban tértetek el a jogszabálytól. Jelzem! És a válaszatok is hülyeség. Vizsgálomásunk az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2010 blablabla és belső szakmai utasítás alapján járt, amikor idegen nyelvű engedélyt és a benne szereplő záradékot hiteles fordítás hiányában, mint okiratot nem fogadta el. Egyrészt megtanulhatom, hogy ezt mondtam. Nyelveket kéne tanulni, és nem ez volt a panaszom, hanem az, hogy 2 hónapot ültetek rajta. 2. És nem arra válaszolsz. Abort 595 kompetíción, hát ugye mi volt alatt piros rugó, úristen! Ejba piros rugóval szerelték gyárilag az autót. Egy 20.000 kilométeres abort volt. Hozzunk igazolást. Hoztunk igazolást, tehát most a Zaj utcával, a Duna autóban fogták magad, írtak egy árajátot alvásszámra, hogy ez a gyári cikkszám, stb. Jó. Hát ez nem jó. Nincs leírva egy piros rugó. Na gyere, ott a gyári cikkszám, beírjátok a Google-ba, és kész. És ott van, és följönnek az alkatrészek, hogy ez egy piros rugó. Jó, nem jó, írjanak újat. Jó, írtak újabb rugót, újabb igazolást, hogy a mit tudom, milyen alvásszámú, az, bevágjuk, az a legegyszerűbb. Ez is az alvásszámú Abarth 500 típusú gépkocsi első hátsó rugója, gyártója az Eibach. Gyári cikkszáma, első rugó, hátsó rugó, dátum aláírás, pecsét, csókolom. Ez se jó, akkor írjunk még egyet. A Duna Auto ZRT, mint hivatalos Abarth márka képviselet, igazolja, hogy ez és ez az alvásszámú gépjármű gyárilag Eibach gyártmányú, piros színezetű spirálrugókkal van szerelve. Na, végül ezt fogadták el.
óvodásoknak. Googliban, googli. Benne vagy az aknában, ránézel, meggooglizod ott a cikszem, látod a képeken a rugókban, ott a cikszem. Mindegy. Válasz. Vizsgálomásunk az üldetőrugó beszerelésével kapcsolatban helyesen járt el, amikor a pótalkatész, illetve tartozói tekintetében azt vizsgálta az Európai Unió és Magyar Jogszabályoknak megfelelően, hogy, hogy minősítette az alkatrész, és az jogszerűen került a beszerelésre. Kretén, ezzel jártad ki a gyárból. Ugyanis a jármű átalakítása során minősített alkatrészeket kizárólag a közlekedési hatóság által vezetett adatbázisban a szereplő gépjármű fenntartó szervezet jogosult beszerelni és beszerelést tanúsítani. Külföldről érkező gépjárművek esetében, amennyiben a jármű külföldön történt átalakítását igazolva akirat nem kerül megmutatásra, úgy minden esetben a hazai átalakítás fentében ismertetett szabályi szerint kell eljárni. Ön ez esetben jogellenesen követi a hatóságon, tekintsen a jogszabályi beszerelés vizsgálatától és arról tanúsítvány és az arról való tanúsítvány megkövetelésétől. De ez gyári alkatrész, te kretén! Mivel a hatóság nem ismerhet minden járműt, nem tudhatja, hogy ez egyébként egy járműhez optimálisan kérdező részletség, vagy alkatrész eredeti forgalomban érzett blablablablabla. Ennek megállapításában nyújt segítséget a COC igazolás, hülye vagy, mert nem igaz, mert ott csak annyi van, hogy tekersrugó, és nem lesz beleírva az, hogy piros színezetű Eibach rugókkal van szerelve. Ez nem lesz benne. Illetve gyártói forgalmaz egy nyilatkozat, amely kérdéses járműleg eredeti állapotára ad exakt meghatározást. Természetesen részben megalapozatlanat találta, ezért felkeresi a gyártót az ügy tisztázása érdekében. Ez februárban keletezett, nem kaptam visszajelzést február óta, hogy a gyártó mit nyilatkozott. Egyébként minek keresed meg a gyártót? Ott van a gyártó igazolása. Vagy az egyik már keresed igazolása, hogy ez azzal van. A problémám az azzal van, hogy az első papíron volt egy ajánlat. Rajta van a cikkszám, de te nem vagy képes a Google-ba beírni, mert egyszerűen nem vagytok. Na mindegy, nem megy ebbe többet, jó? A legszebb a történetben, hogy vásároltunk az előző Road Movie-n és sárga 595 kompetíciónál apartot. És mi történt? Elmentünk Mizsgára. És mi van alatta? Piros ejba! És mi történt? Lefogyott a rendszer megint, és kezdtük az egészet előről. És érted? Videó van belőle, megfutottuk ezt a kört, ügy van belőle, és ugyanabba a szarba beléptet még egyszer. Ez tényleg, ez egy hülye gyülekezete. De komolyan. A szakemberek és a jogászok is nagyon pengék. Tehát tényleg. Tehát érei hibát találok, gondolj bele, hogyha szorolom egy jogot tényleg ismerő embernek. Hát ilyen apró darabokra tép szét benneteket. Éjjárt felettetek az idő. Átgázolt rajtatok, érted? Elgázolt a 21. század. Amikor arra vagytok képesek, hogy mindig a jogszabályokat takaróztok, és a jogszabálynak mindig csak azt a részét tudjátok, ami a ti igazatokat igazolja, de a jogszabályban vannak olyan dolgok, hogy az ügyfélnek is ad lehetőséget, hogy igazából nem kell. De ti azt tudtátok megtanulni, hogy hogyan ne, és mindig jogszabállyal takaróztok. Hogy a jogszabály ezt írja. Hát a szőrszál hasogatást beletettétek a jogszabályba. Hát ez volt a teljesítményetek. Tényleg? Soha semmi nem lesz. Egyszerűbb, mindig minden bonyolultabb lesz, mindig minden nehezebb lesz, mindig minden sokkal hülyébb lesz, és ezt ti csináljátok. És fel vagytok háborodva, amikor csinálok egy videót. Nyitva áll az ajtó. Bármikor ide lehet jönni, tudjátok a számomat, elérhetőségemet, gyertek ide, és mondjátok el a kamerába, hogy miben tévedek. Tükröt tartok elétek. Ti vagytok egy nagyon hangos kisebbség, aki kretén jogszabályokat alkoz, mert azt ti csináljátok. A ti javaslatotokra születnek a törvények, meg a jogszabályok. És ez a nagyon hangos, rosszindulatú, hivatali ostoba kisebbség mérgezi meg egy országnak az életét. Napi szinten nyeljük az ideget miattatok. És napi szinten kurtok föl. És amikor rátok pirítunk,
hogy de hát ez illogikus, hát ez egy hülyeség, akkor hát a jogszabályban ez van leírva. Igen, mert ezt írtátok bele. Nyilván nem állok meg, megyek tovább. Mert ennek így nincs vége. Olyan vagyok, mint a Pitbull, ami szájzárat kapott. Most már ezt a lábtörlőt addig fogom rángatni, míg szét nem szakad. Ha valaki ismeri a Lázár Jánost, ugye ő az aktuális közlekedési miniszter, akkor mutassa már meg neki, legyen szíves ezt a videót, hogy itt mi történik. Lázár úr, több ismerősen, van, aki személyesen ismeri önt munkával kapcsolatban. Volt, aki az asztalnak a másik oldalán ült, volt, aki önnel együtt dolgozott, de mindenki azt mondja, hogy egy kivételes intelligenciájú és munkabírású ember, aki nagyon nem bírja, hogyha az általa vezetett hivatalban kuperáj van, hát jelezném, hogy itt az van. És ugye itt a dolognak a nehézsége az az, hogy azokat az embereket kell kirúgni elsősorban, akik ön alatt vannak, és ha meghozták ezeket a jogszabályokat, és működtetik ezt az egész rendszert. Tehát itt ilyen vén kommunistákat talál, akik 10 elfehéredett új végre így kapaszkodnak az asztalba, hogy csak ki ne rúgjanak, csak észre ne vigyék, hogy hülye vagyok mindenhez, és írják ezek a kretén jogszabályokat. És ugye az a baj, hogy vén kommunisták ott maradtak a rendszerváltásnak, a vén kommunisták kinevelték ugyanazt a gondolkodásmódú következő generációt, és a gondolkodásmódot mindig sikerült örökíteni, meg továbbvinni, meg bonyolítani, és mindig mindenhol az a vége, hogy a hogyan ne, hogyan akadályozzuk meg a parasztot bármiben. Tuning autó, stb. Meg a mindennapi élet. Döbbenet ez az egész. Úgyhogy itt nagyon sok segget szét kell rúgni majd. Sok sikert kívánok hozzá. Egyébként, ha bármiféle segítség van a hivatal részéről, hogy mégis hogyan kéne olyan irányba vinni a jogszabályokat, hogy az normális legyen, egy könnyebben élhető helyre kerüljünk, és pozitív változások, pozitív irányba térjünk el, ne csak negatívba, akkor tök ingyen, nagyon szívesen megyek beszélgetni, ha a PNC-ről akarnak jogszabályt írni megint, akkor is. És nagyon praktikus dolog lenne az az elkövetkezendőben, hogy megkérdezzék azokat is, akikre vonatkozóan írják a jogszabályokat. Ha bármiféle tapasztalatotok van a témával kapcsolatban, ti is így jártatok, a komment mezőben légy szíves, osszátok meg velem, nyugodtan névvel, címmel, helyszínnel, melyik hatóságnál mit tapasztaltatok. A közlekedési hatóság meg olvasgassa a kommenteket, mert ez valahogy mindig kimarad. Pedig ott a tükör. Bele kell nézni. Az ott a tükör. Szevasztok.